Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ebben az esztendőben is átadták a Székesfehérvár gazdaságáért díjat. Az idei évben ezt Egerszegi Zoltán, a HTM szerszámgyártó ZRT volt vezérigazgatója, kapta meg teljesen megérdemelten. Gratulálok, tisztelte, köszöntöm. Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm a meghívást is. Beszéljünk önről és a cégről, hiszen nem elég, hogy ez a rangos elismerés önt illeti, a cég is születésnapos, egy nagyon fontos jubileum, negyed század, tehát 25 esztendő születésnapját ünneplik. Ugye ma már vezérigazgatói tanácsadóként dolgozik, de azért kezdjük azzal, hogy 1992-ben a rendszerváltást követő nagyon zavaros, nagyon érdekes gazdasági évek köszöntöttek ránk itt Székesfehérváron is, és önök akkor alapították meg ezt a céget, amely azóta folyamatosan fejlődik. Tehát 1992-t írunk, és ott van Egerszegi Zoltán, néhány ember, és a HTM ígérete. Az életemhez hozzátartozik az, hogy Székesfehérváron születtem, és 1954-ben, amikor volt a rendszerváltás, akkor éppen a felnőtt kor kezdetén tartottam. Az előményekhez hozzátartozik, hogy nagyon jó helyen kezdtem, a Székesfehérvári Könnyűféműben, ahol az ember megtanulta egy nagy vállalatnak, egy sikeres vállalatnak a működését, majd utána a Magfinon Amerikához mentem dolgozni. Ez egy olyan lépés volt, hogy mi történik akkor, ha bekövetkezik a rendszerváltás, és hogyan lehet működni. Ott nagyon sok dolgot megtanult ember a privát szektorból. Sajnos a Magfinon Amerika csődbe jutott. Ez is egy új lépés volt, nem tudta az ország, nem tudták a hatóságok, hogy hogyan kell egy céget felszámolni, és ennek a híre elterjedt a környező országokban, hiszen akkor már nagyon sok külföldi cégnek, a Philipsnek és más cégeknek gyártottunk szerszámokat, így nőtt meg az érdeklődés azon a telephelyen található gépek iránt. Így találkoztunk az osztrák befektetővel, a szakmai befektetővel, aki szerette volna gépeket megvásárolni, de a jogi előírások miatt a gépeknek itt kellett maradni Magyarországon, és akkor úgy döntöttünk, hogy alapítunk egy céget. Így indult el az egész. Tehát a profil az megmaradt. Szerszámházak, szerszámok gyártása. Igen. Ugyanakkor egy ilyen időszakban miként lehet úgy fejlődni, hogy először is kell hozzá piac nyilvánvaló. A fenntartható fejlődés záloga, hogy amit gyártunk, azt el tudjuk adni. Ez hogy történt? A piacnak nagy részét az osztrák biztosította, illetve arra számoltunk, hogy a rendszerváltáskor, illetve emiatt a Magyarországon, és különösen Fejér megyében, Székesfehérváron sújtó munkanélküliség, ahol az időtájt kezdett a Vidotonnak, Ikarusnak és ennek a nagyobb cégeknek a agonizálása, a felszámolása vagy privatizálása. Ezért a Philips és nagyon sok hasonló cég költözött Magyarországra, és úgy gondoltuk, mivel már a Philipsnek korábban szállítottunk szerszámot, még a Magfinon Amerikából, hogy ezek a cégeknek szükségük van szerszámgyártókra, aki a szerszámokat karbantartják, javítják, és ugye megfelelő gépekkel tudják. Sokat jelentett az is, hogy azért az osztrák cég, anyacég, a Heldmeier cégnek azért megfelelő nívós híre volt ebben a környezetben, tehát ők is tudták garantálni a megfelelő szakmai hozzáértést, de mi is ismertük ezeknek a cégeknek egy nagy részét. Tehát volt mit gyártani, hiszen meg volt hozzá szaktudás, meg volt, hogy hova szállítanak, hogy kik lesznek a vásárlók, helyek közel nyilván, viszont kivel? Ez itt a nagy kérdés, hiszen a professzionális munkaerő meghatározza mindenféleképpen a hatékonyságot, a minőség elsődleges. Ahogy mondtam, a Magfinon Amerika eléggé gyorsan fejlődött, egy 240-250 főt toborzott össze, és ezek az emberek egyik napra másnapra munkanélküliek lettek. Érdekesség az, hogy a
akkor még 2 évig fizették nekik a munkanélküli segélyt, és ez, ha belegondolunk, vagy ha valaki visszagondol, 20-25 ezer forintokat kaptak ezek az emberek munkanélküli segélyt. És az szép pénz volt. Az nagyon szép pénz volt. Az nagyon szép pénz volt. De többen a fiatalabbak közül, ugye, akik családot alapítottak, házat akartak venni, lakást venni, azoknak kellett a munkahely. És ezeket az embereket sikerült visszahozni, visszanyerni őket, és volt egy régi svájci partnerünk, ők is érdekes az, hogy magyar származású. Azt mondták, amikor fölhívtam telefonon, ha idejönnek és látják azokat az embereket, tehát nem csak engem, hanem amikor látják azt a 4-5-6-7 embert, akikkel készítettük még a raklapszerszámot, még a magfinomanikába, vagy ezeket szerszámokat, akkor hozzák a következő rendeléseket, a munkát. Ide is röpültek repülőgéppel, és akkor adták az első megrendeléseket. Nagyszerű dolog, amikor van megrendelő, viszont ha valaki nem fejlődik, az stagnál, azt mondják a gazdaságban mindenképpen. Hogyan sikerült esztendőről esztendőre fejlődni? Hiszen a gazdasági díjátadón elhangzott, hogy 300 négyzetméterről lett 3000 négyzetméter. Rengeteg nagy cég lett megrendelőjük, tehát beszállítók lettek nagy cégnél, Alstom, Audi, General Electric, Samsung, és nem sorolom tovább. Tehát hogyan sikerült évről évre fejlődni? Az évről évre fejlődésnek az alapvető záloga, ugye a jól elvégzett munka, és a határidőre elvégzett munka, és ez hozza az egyik munkát után a következőt. Megbátorság is kell hozzá. Tehát ezek a cégeket meg kellett keresni, kellett jelentkezni, hogy itt vagyunk, eljöttek, megnézték a gépeinket, berendezéseinket, megnézték a szakembergárdát, és akkor egyre jobban erősödtek ezek a kapcsolatok. Természetesen valamennyi szerencsére is volt szükség, hiszen akkor a német szerszámgyártó piac elég nehéz helyzetbe került, ugye akkor tájt indult a kínai szerszámok gyártásának az időszaka. A német piac ezt nem tudta még kezelni, és akik idejöttek Magyarországra, a szerszámoknak a felújítását, javítását még nem merték oda kihelyezni. Például a magyar turbina gyártásban úgy vettünk részt, hogy akkor még lángépgyár, aztán utána Alstom felújította a Magyarországon található erőműveket, amely a szén alapon működő erőműveket, ezek gőzturbinák, és ezekből az emberek mentek át, amikor a General Electric Veresegyházán megalapította a céget, és amikor ott érdeklődtek, hogy ki tudna, vagy ki látott már turbina alkatrészt, akkor minket javasoltak, és így indultak el ezek a kapcsolatok. De ugyebár ez bizalmi elven működik. Tehát nagyon fontos, hogy a megszerzett piacot ne veszítsük el, és mégis mindig fejlődjünk. Hogyan sikerült technológiában fejlődniük, hiszen az esztendőről esztendőre változik? A fejlődés legfontosabb dolga a következő volt. Még a rendszerváltás elején, vagy nyitányán még megvolt a kokom lista, és az időtájt nem lehetett olyan berendést venni, amelyek például ezeket a feleteket tudták kezelni. Ezért volt jó az osztrák anyavállalat, ezért volt jók ezek az ilyen jellő kapcsolatok, hogy tudtunk olyan számítástechnikát idehozni Magyarországra rajtunk keresztül, ahol ezeket a dolgokat tudtuk kezelni. Manapság már mosolyogni lehet ezeken az eszközökön, de az osztrák tulajdonos ugye mondta, hogy 1992-ben nem volt mobiltelefon, nem volt autópálya, ugye nem volt számítógép úgy, tehát eléggé nehézkesen indultak a dolgok. És ezt a fejlesztést ugye meg kellett tenni, különben nem tudjuk egyszerűen átvenni az adatokat a vevőtől. Tehát például a turbinánál, a General Electricnél kaptam 10 darab A0-ás rajzlapot, az egy jó nagy méretű,
és azon tudták lerajzolni valahogy egy alkatrésznek a különböző nézeteit. Az egyik nézet az első oldalon volt, ugye, aztán volt a hatodik oldalon egy metszet, annak a másik metszete meg volt a tizediken, tehát így indultunk el. De ők is kényszerhelyzetben voltak, hiszen kellettek a beszállítók, és itt kell megjegyezni azt, hogy egy multinak, egy multivállalkozásnak mindig kellenek beszállítók, annélkül nem tudtak élni, és van még egy ösztönző dolog, hogy egy beszállító nem beszállító. Tehát ugye a multicégek arra is figyelnek, hogy 100 kilométeres körzeten belül nem lehet még egy beszállító. Egyetem. Gondoljuk arra, jön egy Magyarországon, nincsenek komoly dolgok, nem úgy, mint mondjuk Amerikában, de azért itt, hogyha télen jön egy hóvihar, ugye, akkor leszakadja a vezetékeket, és egy területet mondjuk 3 napig nincsen áram. Akkor hogy lehet gyártani? Tehát ezzel a egybeszállító, nem beszállítóval az embernek egy konkurenciát is adnak, tehát az embernek csipkednie kell magát, hogy ő is fönnmaradjon. Igen, hát fejlődési lehetőséget biztosítani önmagának. Hogy megy a fejlődés? Amikor tudjuk, hogy egyik pillanatról a másikra, ha valaki egy komolyabb összeghez jut, tehát egy cég, tehát egy olyan beszállítója lesz egy nagy cégnek, ahol ami biztosítja tulajdonképpen a jövőjét, hogyan lehet kellőképpen úgy beruházni, hogy megállapítjuk, hogy ez az összeg, ez nem profit, ez nem nyereség, hanem ez arra való, hogy ebből tovább fejlődjünk, legalábbis egy ideig ez így működik. Ez így volt önöknél is? Igen, érdekesség, ami most is történik, amit időnként vannak a piacnak szereplői, akik nem fogadják el, mindenfajta külföld, aki ide beinvestált, bizonyos kedvezményt kapott. Mondjuk például mi is 10 évig adókedvezményt kaptunk. Abból 5 évig 100%-os nyereség adókedvezményt kaptunk, 5 évig pedig 50%-ot. Mert ugye a nagy kérdés az, hogy mi a nyereség. Ugye a nyereség, ez egy nagyon érdekes dolog, tehát hogyha nekem nincsen modern eszközöm, ugye akkor alacsony értéken vannak az állóeszközeim, akkor az amortizáció, ugye az egy kis összeg, abból nem tudok venni új gépet. Közben történt a forint leértékelése, a forint az egyre jobban leértékelődött, tehát amikor, most mondhatok egy érdekes dolgot, nekünk is meg kellett ezt tennünk, azt az ingatlant 22,5 millió forintért vettük, és amíg átalakultunk zártkör részvénytársaságért, addig a könyvünkben 22 millió forint értékben szerepelt az ingatlan értéke. Közben a trafóállomás az minimum 10 millió forint, erre az ingatlanra 18 millió forintért készítettük el a csatornázást, és jön a következő kérdés, hogy akkor hogyan lehet ezt? Tehát gondok voltak, és ezért volt jó az, hogy volt kedvezmény. A másik gond a likviditás. Ugye, az egy nagy kérdés. Hiszen azért a multi cégeknél, az igazi vevőknél, azokat nem fizetnek, amíg be nem bizonyosodik, hogy az a termék jó. Igen. Tehát ugye itt vannak a halasztott fizetések. A szerszámgyártásban, ami még egyszer kell mondani, ez egy bizalmi kérdés, hiszen a termékgyártás egyik alapvető dolga a szerszám, aztán ilyen dolog az, hogy ott legyen gép. Tehát ha a szerszám nem működik, akkor nem tud szállítani a multik se. Tehát turbina nélkül nincs energia, maradjunk. Így van, így van. És akkor mit tud eladni a General Electric? Ilyenkor ugye az van, hogy a fizetés határidők voltak 120 napok. Az azt jelenti, hogy egy ilyen cégnek legalább egy negyedéves árbevételi tartaléknak kell lenni, hogy ezeket a likviditási dolgokat át tudja hidalni. Nyersanyag. Nyilvánvaló, hogy a beszállítónak is vannak beszállítói. Hogy boldogultak az első időszakban, és hogy sikerült ezt felfuttatni úgy, hogy biztonságban legyenek, hogy tudjanak dolgozni? Itt a következőt lehet tenni, tehát vannak a multik, aztán vannak a kicsik, és vagyunk mi középpen. Ugye? Ha mi nekünk likviditási gondjaink voltak, akkor a kisebbeknek, mint annak idején rengeteg kis fuvarozó cég volt, nagyon sokan ugye felvállalták az alapanyag gyártónak a képviseletét, akkor meg egyáltalán nem volt pénzük, hát még nagyobb likviditási dolgok volt. Tehát nekünk ugye valahogy ezeket támogatni kellett, különben nem tudtunk volna szállítani.
És most egy hosszú munka eredménye az, hogy megfelelő módon ugye tudjuk ezt finanszírozni. Itt segít az anyavállalat, a cégcsoport, ahol egy közel 500 fős foglalkoztató létszámról van szó. Ugye megjelenik egy adott németországi vagy csehországi alapanyaggyártónál, hiszen közben Magyarországon megszűnt az acélgyártás, megszűnt, tehát ilyet nem tudtunk vásárolni, és ezen keresztül megfelelő biztosítékű rendszeren keresztül lehetett ezt megtenni. Magyarországon ráadásul volt még egy gond, hogy mi a biztosítékrendszer. Mi az, hogy biztosíték. Most kit érdekelt akkor Magyarországon egy ingatlan? Még most is ugye nagy kérdés, hogy mit ér egy Magyarország ingatlan? Igen. Mit ér? És hogy tudja, ha mondjuk ha nem fizetek, hogy tudja egy német cég elárvereztetni az ingatlanomat, hogy tud a pénzhez jutni egyáltalán? Ezek egy nagy kérdések. Ezek egy nagy kérdések volt. Bankrendszer. Bankrendszer, kérdések. Biztosítás, hogy milyen biztosítás. Sok gondjaink voltak azzal, ugye, hogy elmentünk egy biztosítóhoz, amit az osztrákaink ugye végeztek. A mi biztosításunk például azért nem egy olyan biztosítás, hogy ha tönkre megy a gép, a berendezés, akkor fognak fizetnek, hanem nálunk ugye a cég működési képességét biztosítjuk. Tehát vannak olyan szerszámok nálunk, amelynek a vevő fizetett előleget, vagy a szerszámot javítjuk, az már a vevőnek a tulajdona, és hogyha valami katasztrófa történik a cégen belül, akkor a vevőt kártalanítani kell, ezeket, azokat, amazokat meg kell oldani, új gépet kell venni, tehát ez egy teljesen más alapon felépülő biztosítás, mint ami annak idején volt. A zálog az mindenképpen fontos, az előrelépéshez pedig a szakemberekről beszéltünk, akikkel 1992-ben elkezdtem, azok ma már nagypapakorúak, tapasztalat mellettük szól, jó néhányan aktívak, nyilvánvaló, viszont ahhoz, hogy szinten tartás, sőt mindennapi fejlődés következhessék be, ahhoz kellenek a fiatalok, már pedig a képzés a mindennek a rákfenéje Magyarországon, mindenütt a világon. Önök ebben is előreléptek, hiszen diákokat is képeznek a legmodernebb technológiákra. Erről beszéljünk egy kicsit, a diákképzés fontosságáról. Az osztrákainknak van egy kis tanműhelyük, ahol szintén egy a 20 főt képeznek a legmodernebb eszközökkel, tehát ő bennük folyamatosan megvolt az, hogy pótolni kell a szakmunkás gárdát. Volt a történetünk első felébe olyan időszak, amikor például elmentem az egyik iskolába, és teljesen meg voltam zavarodva, hiszen a munkaügyi hivatalnak az elnök helyettese, illetve a városi igazgatója tartott egy előadást arról, hogy az frissen végzett szakemberek hogyan kapnak munkanélküli segélyt, ha nem helyezkednek el. Én utána elmondtam, hogy hívunk, várunk szeretettel benneteket, de kiderült az, hogy az én bérem, az ő munkanélküli segélye, meg még mondjuk feketén elment mondjuk egy építkezésre dolgozni, hát nem volt versenyképes. Tehát volt 2-3 év, amikor egyáltalán nem tudtunk ebben mit tenni. Hál' Istennek a kormányok, különböző kormányok is folyamatosan rádöbbentek arra. Az utóbbi időszakban ez meg egy nagyon erősen megtörtént ez a lépés, hogy megfelelő pályázat útján, megfelelő segítséggel ezeket a fiatalokat fel lehet venni. A fiataloknál van egyéb gond is. Míg régen a mondjuk az, hogy átkos rendszer, de hát ezt sem tudom mondani, mert jó páran abban éltünk, és hát az életük az nem átkos, hát mi akkor voltunk fiatalok, nem? Így tehát, ugye, ezt nem lehet mondani. Akkor volt a május elsői felvonulás, és én emlékszem én is, hogy kisgyerekként mentem, és akkor hallottam, hogy milyen cégek vannak. Na mostan egy általános iskolás, 6., 7., 8. gyerek nem is tudja, hogy milyen cégek vannak Magyarországon. Tehát teljesen lila köd van arról, hogy egy szakma mit jelent. Tehát mi általános iskolás, 7., 8. is fogadunk, hogy nézzék azt, hogy mit jelent ez a szakma, mit jelent különböző szakma, utána támogatjuk azt, hogy melyik minket érdeklő
szakközépiskolába, vagy most szakgimnáziumok, vagy akármi, ugye menjenek, és onnan akkor tudjuk magunkhoz hozni. 30 diákunk van most, az elmúlt 5-6 év alatt több mint 120-130 diákot neveltünk. Természetesen az ember nem csak magának nevel, hanem másoknak is. Hál' Istennek elég sokat sikerült ugye megtartani. Most durván a 130 főnek több mint a kétharmada már a fiatalabb 40 alatti generációhoz tartozik. Tehát felnőtt egy új nemzedék, és hát mindennek rendelt ideje van, úgy döntött, hogy nyugdíjba vonul, és most tanácsadóként segíti a cég munkáját. Ez feltétlenül fontos volt? Egyik oldalról nyilván fontos, hogy megmaradt a cégnél, hiszen azt a tapasztalatot, azt a tudást, ami összegyűlt, azt igenis át kell adni napról napra. De hogy abba hagyta az aktív munkát ilyen értelemben. Ez fontos volt önnek? Igen, ez egy fontos dolog. Gondoljunk arra, hogy mi is voltunk fiatalok. Tehát amikor az ember elkezdi egy munkát, egy életpályát, akkor hát vannak elképzelése, hogy szeretne előrébb jutni. Lehet, hogy manapság már nem annyira divatos, de szerintem a mai fiatalokban szintén megvan az, hogy valamit akarnak. Egy családot, ha nem családot, akkor barátnőt, akkor lakást, autót, és így tovább. És most jön a következő kérdés, hogy egyik oldalról megemeltük a nyugdíjkorhatárt, tehát én nem 60 évesen mentem el nyugdíjba, hanem a mostani törvény megfelelően 63 és fél évesen, és ez sokat jelent, és mostan hát valamikor át kell adni. Mi annak idén szintén azt mondtuk, hogy hát nem fogom megvárni, meg én is akarom az, hogy mostan még járókerettel menjek be, és akkor ott a fél üzem azon imádkozom, hogy arra gondoljon, hogy na, mikor viszi el a vékony hasmenés az öreget, mit okoskodik itten, és közben az ember azért nem bírja energiával ugyanazt, mint ami manapság van. Ugye utazni kell, menni kell, 10 órákat autózni, tehát ehhez kell egy megfelelő dolog, amit az ember így nem bír. Megértem önt. No, a jövő viszont, tehát ön építette méghozzá szilárd alapokra azokkal a munkatársaival, akik kitartottak két és fél évtized alatt ön mellett, viszont nagy évű jövőképet vázolt fel nekünk. Beszéljen erről, legyen szíves. Vissza kell térni ahhoz, hogy Európában bizonyos fokú folyamatok zajlanak le. Ugye van ez a migráns, meg egyéb típusú kérdések. Európa kicsit előregedett, Európában ezek a különböző szakmák ugye kihaló félbe kerültek, vagy nem akarják folytatni, és így fölmerül az a kérdés, hogy hol lehet hatékonyan valamit termelni. Jön az is egy nagy kérdés, hogy jó-e az, hogyha a magyar szakember kimegy Ausztriába, Németországba, hiszen ottani törvények előírják, hogy ugyanolyan bért kell neki kapni, mint egy odavalós is. Tehát így nem lesz olcsóbb. Tehát ezért sokkal egyszerűbb, hogyha átkerülnek arra a területre, ahol van munkaerő, ahol van fiatalság, és szerencsére azért Magyarországon még a klasszikus szakmáknak a dicsfénye még ezért kicsit megmaradt. És ezért gondolták ugye az osztrákaink, hogy egy 22.000 négyzetméteres földterületet vásárolnunk kell, és bizonyos olyan beszállítói tevékenységeket, mint az előbb beszéltünk, a szerszámnál nagyon fontos a szerszámházak, nagyméretűek, meg hát itt vannak a multik, akiknek nagyméretű szerszámokat, például lökhárító szerszám az a 28 tonna súlyú, akkor az ajtó borító szerszámnak a súlya szintén 20 tonna körül van, akkor egy nyomásos öntő szerszám az a 25 tonna, tehát ide nagyméretű gépeket kell betenni, ahol ezeket a gépeket tudjuk fogadni, ezeket a szerszámokat tudjuk fogadni, szét tudjuk szerelni, és azokat a javításokat el tudjuk végezni, amit lehet. Természetesen az embernek tisztelettel kell a szakma felé fordulni,
hiszen vannak olyan szakmai fogások, amit nem egyszer elsajátítani. Tehát mi nem fogjuk elvenni ezeket a speciális feladatoknak a munkáját a németektől, hiszen itt jön a következő az év tizedeken keresztül nyúló dolog. Ezért gond például akár az Icarusnak a megszűnte. Ezért érdekes a Videotonnak a pályája. Ugye most már azok az emberek, akik dolgoztak az Icarusba, fele már meghalt, a nagyobb része nyugdíjas, tehát már nincs is emlék. Újra kell megtanulni autóbusz újra kell megtanulni. Jártani. Tehát ezért akarjuk azt, hogy ezek a szakmák megmaradjanak és tanuljanak. Érdekes, hogy a fiataloknál ugye a kérdés. Egy érdekes esemény történt, az egyik fiatal szerszámkészítő, a családja úgy döntött, hogy kibérel egy motelt Ausztriába, és ő kimegy segítőnek. És azt mondom neki, hogy hát fiatal ember, ez jó megoldás lesz? Hát most gondolja arra, hogy jönnek a migránsok, vagy azért jönnek valakik, és egyszer azt fogják mondani ezek az asszonykák, hogy harmadáért kitakarítják a vécét, mint te. És akkor utána a családot fog téged kitenni az utcára, mert hát nem tudja fenntartani. És akkor ebben a szakmában sem, gyakorlatilag másban sem. És akkor sikerült beszélni az osztrákjainkkal, hogy ott az egyik szerszám javító részlegbe elvittük, és most ott dolgozik. Az osztrákoknak az európai országokban lévő szakemberek meg kell érteni azt is, hogy szükségük van ezekre az emberekre. Például ebben a kis szerszámjavító üzemben talán vannak 8-10, ahol a garanciális, meg aztán a felújított javítás végzik, annak a fele már magyar. Úgyhogy az ember időnként mosolyog, amikor kiírják, hogy ekkor van német nyelvóra, akkor megkérdezem az osztrák tulajdonosnak a fiától, és magyar órát, nyelvórát mikor fogtok ti magatoknak tartani? Igen. No, nagyon jó, hogy van jövőképe a HTM-nek, és én azt gondolom, hogy nem kívánhatok más, mint jó egészséget önnek, hogy továbbra is segítse az új vezérigazgató és a fiatal nemzedék munkáját, hiszen megéri, szükségünk van önre, szükségünk van a HTM szerszám gyártó ZRT-re is Székesfehérváron, és azt gondolom a magyar gazdaságnak is. Köszönöm, hogy megtisztelt, és még egyszer gratulálok az elismeréshez. Köszönöm szépen, köszönöm a lehetőséget, hogy ezt el tudtam mondani. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Egerszegi Zoltán volt, az idei Székesfehérvár gazdaságáért díjas. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Minden jót kívánok, viszontlátásra!